Arcpirító kevés érdeklődője volt annak a zenés könyvbemutatónak, amelyre június 18-án került sor az Eötvös József Művelődési Házban. Pedig a mesék, történetek, érdekességek és a szerzőkkel való beszélgetések által egy égető társadalmi problémára próbált rávilágítani az esemény, amely a Szeretett Földje Szolgálat segítségével jött létre. Úgy hívnak, hogy Szeretett Földje Szolgálat, mert hiszük, hogy Isten országa, mint Szeretett Földje itt lehet közöttünk, és ennek érdekében szervezünk mindenfélét, mert próbálunk kapcsolatot teremteni emberekkel, és szervezünk a lelki napokat, meg gyógyítőszerteleket, meg cigármissziót, próbálunk betegekkel foglalkozni. És hát többek között könyveket is kiadunk, olyan könyveket is, amik szép irodalom, meséskönyv, meg rövid történetek, novellák, kiadunk lelki irodalmat, ami valamilyen módon kapcsolódik a keresztény hithez, és kifejezetten vallásos könyveket is kiadunk, hogy ezen keresztül is valahogyan megszólítassuk az embereket. Szeretném mindenkivel szót érteni, mert hogy nekünk ugye Krisztus azt tanítja. Mintha csak egy filmet nézne, aztán megérkeztek, és a valóság szívbe markoló volt. Ott álltak a falu szélén, a cigány tette. Csak nézte, és eszébe jutott a gyerekkora. A szomszédban is lakott egy rendes cigány család. A kocsi falatára néhány gyerek előmerészkedett, itt nem szerették az idegeneket. Úgyhogy annak rendje mondja szerint gyanakodnak, hogy érték az érkezőket.